Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép hétfői délutánon, képzeld el, azért a munkából megzonyoztam, megemédeltem, de előtte elmentem a lukőszél és felvettem az iskolából. Kint szépen süt a nap, látod? Egy felhőlem volt ma az égen, képzeld el. Milyen ez egy nyuszi? Amúgy a nyuszi is most végzett az evése. Miért lábujjágyen mész? Te mi, balettozol, vagy mit csinálsz? Mi? Te, most végzett az evéssel, ettünk csirkét, ilyen csirke rudat ettünk, én nagyon szeretem. Most mit csinálsz? Na, hova mászol? Mi? Hova mászol, nyuszi? Vegyél meg fel, gyere! Gyere ide! Gyere ide! Te, megint kell neki egy hajvágás, én azt hiszem. Oda nézd! Látod ilyen hosszú haja? Ott hátul, oldalt! A múltkor amúgy levágtuk neki, legalábbis a feleségem itt levágta, itt oldalt neki, lehet, hogy annyira nem látni. A múltkor elő anyukám is ugye levágta, neki kezd itt hosszú lenni. Most már csak itt hátul kellene levágni, látod, ilyen göndörös kis haja van neki. Aztán valamit akartam tőletek kérdezni, hogy legyen-e, vagy ne legyen-e. Ugyanis ma egész nap gondolkoztam, és na már, mondom. Csak bejövök ide hátulra, ugyanis a feleségem volt telefon, hogyha nem akarok annyira öltözni, mert ő nem fogja rendesen hallani, mint a telefonban beszélnek. A Davis most nézi azt a műsorát, már szerintem mindjárt itt lesz bent a szobába. Amúgy itt vagyok bent a mi szobánkba. És most lesz házba mutató, tudom, hogy mondtátok, hogy mikor lesz, meg kértétek, most már többen is kérdeztétek. Mivel mutattam a házat, mikor beköltöztünk, hogy hogy néz ki, bár lehet, hogy sok új feliratkozó nem látta, nem is házat, lakást. Úgyhogy, na mit mondtam? Ki jön itten? Mi ez egy nyuszi? Megint sátorozunk? Mi? Szervusz! Mi van, iszol? Meleg van? Meleg van, de ma nincs olyan, képzeld el, olyan meleg nincsen, mint mondjuk tegnap vagy tegnap előtt. Olyan, egy kicsit leült a levegő, olyan 26-27 fok van most talán, meg nincs az a nagy izzaros idő. Aztán, amit akartam nektek mondani, vagyis kérdezni tőletek, ugyanis a legtöbb kérdés, amit mostanában kapok, hogy mikor lesz Ausztrália magyarul második rész, ugye a filmnek. Mert tavaly ilyenkor ugye elkezdtem készíteni a filmet, megosztottam veletek, és ugye mindenkinek tetszett, legalábbis a többségnek ugye tetszett, volt olyan is persze, akinek nem tetszett, és kérdeztetek, lesz a második rész, mikor lesz második rész, mondtam, hogy második rész valószínűleg, hogy nem lesz, mert nem tudnák ugye, hogy mit filmezni, vagy hogyan, és na minden, a lényeg az az, képzeld el, ma reggel elkezdtem gondolkozni, én nem tudom miért, de egyszer csak így reggel így beindult az agyam, és kitaláltam egy történetet. Tehát aki régóta nézi a filmjeimet, vagy a videóimat, tudja, hogy én szeretek filmeket készíteni, mindig is készítettem filmeket 2006 óta, rövid filmeket, hosszú filmeket, mindenféle fajta videót, én szeretem őket készíteni, de az elmúlt kb. Egy évben, ugye mikor a Davis megszületett, utána kevesebb időm volt ugye a vlogokra, majd nem kevesebb idő volt, hanem több időt töltöttem a vlogokkal, meg ugye a családdal, meg a Davis-szel, és nem készítettem rövid filmet, kivéve ezt a hosszú filmet ugye itt az Ausztrál Magyarul csatornának annak idején. A lényeg az, hogy kitaláltam egy történetet, képzeld el, mi lenne, ha készítenék egy új filmet, egy színes, magyarul beszélő ausztrál filmvígjátékot. Ilyen vlogos formában, de mégsem, így egy kicsikét ugye így meg kell erről, múltkor valaki mondta, nem is mondta, egy pár ma mondták ugye a múltkori filmre, hogy ez csak egy ilyen hosszú vlog. Tudom, hogy egy ilyen hosszú vlog volt végül is, ez a film is körülbelül ilyen vlog stílusú lenne, de mégsem, mivel hogyha nem vlogos stílusba készítem, akkor kb. Egy évig tartana, amire befejezném ugye a kamerabeállítások, a szereplők, a minden, és rettentő hosszú időbe tartana, akkor pedig nem tudnám vlogos videókat készíteni. Tehát ezért gondoltam, hogy mi lenne, ha lenne egy rendes újra egy film ilyen vlogos stílusban, és mondom, hogy miről szólna. Tehát próbálom elmagyarázni a filmnek a történetét, meg a lényegét, hogy ilyen, hogy miről szólna. Nem akarok csinálni ilyen vakációszerű filmet, ugye ilyen második részt, mert egyszerűen nem tudok mit kitalálni, hogy például elmehetünk mondjuk nyaralni valamerre, de az végül is megint csak egy ilyen hosszú vlog lenne. Tehát, mondom az ötletemet. Először hallgass végig, mert lehet, hogy egy kicsikét furán fog hallatszani az elején, de majd elmagyarázom egy kicsikét bővebben. A film, a történet végül is arról szól, egy 12 órás kihívásról. Én és a Lucas kihívásokat teljesítenénk 12 órán keresztül, és ugye, hogy mennyi kihívást tudnánk megcsinálni, ugye annál jobb lenne. Erről majd beszélek egy kicsikét bővebben, de végülis ez a fő témája a filmnek. De most nem arra kell gondolni ugye, hogy lerakjuk a kamerát itt benne a szobába, vagy akárhol, és megiszunk 3 liter tejet,
meg hasonló ilyen dolgokat, hanem másféle fajta kívásokat, tehát ilyen filmstílus lenne, lesz benne rendőrüldözés, lesz benne robbanás, lesz benne sok minden dolog, tehát tudom, hogy a fiatalabb nézőimet ugye ez talán jobban érdekelne, ugye, hogy megiszunk 3 liter tejet, vagy piros paprikát, vagy hasonló dolgokat, lehet, hogy lesz benne ilyen vicces jelenet is, nem mondom, hogy nem lesz. De mivel vannak ugye idősebb nézőim is, és őket biztos, hogy nem fog érdekelni, hogy hogyan iszunk 3 liter tejet, amit lehet, hogy nem is fogunk inni, de gondoltam, hogy mi lenne, hogy ha küldenétek majd nekem, nem most, majd ha eldöntjük, hogy legyen ilyen film, vagy ne legyen ilyen film, videó formában, vagy komment formában nekem kihívásokat. És ezek a kihívások közül majd teljesítünk egy párat ugye a filmbe, és bemutatjuk ezeket. Elküldheted videó formában, küldhetsz csak sima üzenetet is majd videó formában, és ezeket a videókat bele fogom tenni a filmbe. Tehát ugye benne szeretnél lenni majd ebbe a filmbe, és van egy ötleted, hogy mit csináljunk, például küldesz egy üzenetet nekem, hogy Tamás, felveszem magad a videóra, Tamás, igyál meg, maradjunk a tejnél, 3 liter tejet, 30 másodperc alatt, vagy hasonlót, és akkor te benne leszel majd a videó, a filmbe, ugye benne lesz szerkesztve, nem tudom, lehet, hogy egy kicsikét így zavaros, amikor így nekem így a fejemben, én így átlátom így az egészet, de lehet, hogy egy kicsikét így hirtelen így zavaros nektek. Aztán, hogy mivel vannak idősebb nézőim is, ugye, ahogy mondtam, például ők küldhetnének olyan dolgokat, hogy vacsorára a családnak készítsek csak ausztrál termékből vacsorát mondjuk, tehát csak krokodilhúsból, vagy én nem tudom, hogy vagy érdekes dolgokból. Tehát nem tudom, nekem a fejemben így jobban van minden. A kérdés az lenne, hogy szerintetek készítsek egy ilyen filmet, tehát nekiálljak, átgondoljam el az egészet, és talán a január körül befejezném, hogyha ugye minden jól menne. Vagy pedig valami máson kezdjek el gondolkozni, vagy maradjanak ezekig a vlogok inkább. Nem tudom, én már annyira beindultam, képzeld el, ahogy mondtam, reggel elkezdtem így gondolkozni ezen a filmen, és majdnem az egész filmet így kitaláltam a fejembe, és próbáltam arra is gondolni, hogy titeket is bele szeretnék venni. És a múltkori filmben ugye beleírtam sok embernek a nevét, aki segített a filmnek a címében. Az ő nevük a mai napig ugye bent van a filmnek a végén, és gondoltam, hogy tudnátok bent lenni a filmben ugye, hogy benn legyetek ti is rendesen ilyen videó formában. Ezért gondoltam, hogy ha videót küldenétek majd nekem, akármilyet, lehet köszönhettek csak anyukátoknak, én azt is bele fogom valami úton, módon tenni a filmbe, vagy a barátaitoknak, nekem mindegy. És erre jutottam. Na minden, először azt döntsük el, hogy legyen ilyen kihívásos film, vagy ne legyen. Ide kommentbe a videó alá írjátok meg, hogy ti mit szóltok hozzá. Ahogy mondtam, én nagyon beindultam, és kitaláltam egy nagyon jó dolgokat benne, amit nem akarok még ugye elárulni, mert lehet, hogy nem lesz az egészből semmi. De, na minden, majd írjátok meg nekem ide a videó alá, ahogy mondtam, most még nem más csinálunk, mint lehet, hogy játszunk egy kicsikét. És itt van a Davis, mit csinálsz? Pelenkával? Amikor valaki azt kérdezte, a Davis még mindig pelenkás? Persze, hogy pelenkás, a Davis az még csak most mondott egy éves, de a pelenkát most már mire használod? Maszkra? Ja, eltakartad a fejedet? Még pelenkás lesz egy jó darabig, ugye? Ami tud beszélni is, akarsz mondani valamit? De valami rendes szót. Valamit mit akarsz mondani? Tud beszélni, de még nem rendesen. Tehát magyarul nem tud beszélni, angol szavakat tud mondani, például azt tudja mondani, hogy daddy, bye, meg ilyen rövid szavakat most már tud mondani, ugye, Nyuszi? Mondasz valamit? Mondd, hello! Megérti? Ja. Mondd, hello. Ne csak integessél, mondjad is. Hello. Hello. Yeah, hello. Au! Ja, nem? Au! Hello! Ja, hát ezt még én sértem, nem, hogy ők, te. Amire nehéz úgy megérteni, lehet, hogy ti nem értitek meg rendesen. Ja, én megértem most már, hogy mit mond. Sokszor én sértem meg. Például ezt nem értem, hogy most mit mondom. Most mit mondom? Ja. Ja. De. Úgyhogy, ha csinálunk egy filmet, te is bent leszel, mi? Tavaly is bent voltál, csak nem olyan sokat. Emlékszel rá? Biztos nem emlékszel rá. De nekem annyi ötletem volt ma munkában, én nem tudom miért. Néha így elindul a fejem, főleg ilyen filmkészítésen, és olyan filmeket ki tudok találni. Te! Csak meg is kell őket ugye valósítani. Aha.
Amúgy ma délután nem más mint csinálni, mint jegyet fogunk venni a diszkóba, képzeld el, ugyanis a diszkó kezdődik csütörtökön, ugye, Lukasz iskolájába. Meg kell venni a tankönyveket ma, legalábbis meg kell rendelni az interneten keresztül, hogyha Lukasz akar menni jövőre is iskolába, ugyanis a nyári szünetem sokára kezdődik december 9-én, ha jól tudom. Idén egy héttel előtt kezdődik, mint általában. Aztán lesz nyereményjáték is, vagy nem sokára, ugyanis többen kérdeztetek, mikor lesz megint nyereményjáték. Hogyha úgy döntünk, hogy lesz, hogyha elkezdtem készíteni a filmet, és küldtök majd nekem kihívásokat, azok az emberek közül, akik küldenek majd nekem kihívásokat ugye a filmhez, azok közül ki szeretnék majd sorsolni valami érdekeset, egy képeslapot, meg lehet egy kulcstartót, vagy valami hasonló érdekes dolgokat. Lesz nyereményjáték ebből a YouTube csatornán, itt is, le a Facebookon is, és nagyon sok mindent majd... Na mit csinálsz? Majd ki fogok sorsolni, ami ugye a filmhez is kapcsolódik majd. Nem tudom, annyira be vagyok ma indulva te erre a filmre, én nem tudom, olyan régen készítettem filmet, akármilyen filmet, ugye a magas videók azok másak, mert azok teljesen másak, én szeretek ki, ugye kimenni, mikor filmezünk, és mikor reggel kimenjünk az öcsémmel, meg apukámmal, meg éppen a szereplővel, hogyha jön valaki velünk, és elkészülünk, és egy 30 másodperces jelenetért ott ülünk, vagy 3 órát, és újra meg újra filmezünk. Mit csinálsz? Te! Nézd, ugrálunk! Nyuszi! De, amit akartam mondani, még mielőtt eldöntjük, hogy legyen-e film, vagy ne legyen-e film, hogyha úgy döntünk, hogy legyen film, ausztrál magyarul film, na, akkor valószínű, több mint valószínű, hogy vissza kell térni a minden másnapos videókat, ugyanis egyszerre filmezni és logos videókat nem fogok tudni készíteni, meg szerkeszteni, de szerintem megéri, hogyha visszatérünk a minden másnapos videókhoz, és tudok több időt tölteni ugye a filmre, mert nem tudom, annyira nem mondanám nektek, hogy miket találtam ki ugye ez a kihívásos filmhez, tehát a címe lehet az, hogy a kihívás, vagy a 12 órás kihívás, és amúgy nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen kihívásokat küldenétek nekem és a Lukasznek, ugye a fiatalabb nézők, az idősebb nézők, főleg az idősebb nézők is, nem tudom. Ahogy mondtam, én annyira izgatott vagyok, alig várom, hogy elkezdjen filmezni, olyan mondom, bár kíváncsi vagyok a tényleg a véleményetekre, hogy ti mit szóltok ehhez az egészhez. Ugye, mert hogyha tényleg ugye nem tetszik ez az ötlet, azt mondják, hogy egy kihívásos videó vagy film az ugyanolyan, mint a videó, és mi nem is szeretjük, ugye akkor nincsen az értelme az egésznek, de nem tudom, végül is egy kihívásos videós, vlogos film lenne, egy kicsikét megfűszerezve, mással, vagy én nem tudom, hogy mondjam. Annyira elárulnám, de nem árulhatom el, hogy ugye miket találtam ki, mert akkor lelövöm a poént a filmbe. Na minden. Hogyha úgy döntünk, hogy ne legyen film, akkor max elárulom majd nektek a következő videóba. És na minden, majd meglátjuk. Nyuszi, mit csinálunk? Sátorozunk? Amúgy elszakadt a sátor, a képzeld el az egyik oldala, így nyisz elszakadt, és amúgy azért még belebújunk. Csak hogyha én is belebújok, a Lukasz is belebúj, meg a Davis is belebúj, nem nagyon férünk bele. Na mit csinálsz, Nyuszi, elbújtál? Na minden? Ugye most játszik egyet a Davis-szel, mert még nagyon nem játszottunk, nemrég értem ugye az a munkába. Aztán tanulunk a Lukasszel, vásárolunk tankönyveket, főzünk este, képzeld el, mit csinálsz? Kijátszottunk magunkat a Davis-szel, most pedig nem más sem, mint ma nekem tanulni. Aztán mutatom, meg kell rendelni a könyveket ugye jövő évre. Látod, kapunk egy ilyen sárga papírt, és ebben a sárga papírban bent vannak a könyvek, na várj, nem mutatom neked, bent vannak a könyvek, mégis a füzetek, meg a ceruza, meg a számológép, meg a ilyen nagy papír is az egész. És látod, ide van minden írva, oda van írva az ára. Ezt vagy kitöltöd ezt a papírt, most lehet, hogy annyira, hogy nem látjátok, vagy kitöltöd ezt a papírt, vagy pedig felmész az internetre, van egy ilyen oldala, amit megvan adva, be kell oda lépned, ki kell töltened, és ki kell fizetned, aztán majd küldik a csomagot. Vagy pedig ugye te is elmehetsz, és bevásárolhatsz a gyereknek, de akkor ezt a sok listát így végig kell menni, és a boltba meg kell vásárolni, így egyszerű, amúgy az ára nem kell többe. Tehát lehet, hogy felmész a boltba, lehet, hogy nagyon kicsikét olcsóbbért meg tudod vásárolni, lehet, hogy egy kicsikét drágábbért. Az ára körülbelül ugyanannyi, ami az egész ár, várjál, mondom neked, $130 és 14 cent, ez a jövő évi könyv. Aztán itt a diszkó, azt is ki kell tölteni, és meg kell venni a jegyet, ugyanis
a belépő 5 dollár, az ajtóban 7 dollár, de azt mondták, az ajtóban ott kell valószínűleg állnod egy jó darabig, ugyanis azt mondták, hogy jobb, hogyha az interneten keresztül veszed meg, úgyhogy így legalább sorba állod. Úgyhogy ezt fogjuk most megcsinálni. Jó, itt várjál. Találtam valami szemetet. Ezt kidobjuk a kukába. Aztán gyorsan megtanulunk. Meg kell nézni még a levelet. Kaptunk-e levelet? Le kell mennem. Meg kell néznem a mazdát is. Úgyhogy megnézzük, mit csinál várjál a Lucas. Aztán nekiállunk tanulni. A Davis amúgy most nem más csinál, mint eszik. Nem uzsonnát. Mi az? Dinnyét eszik? Na. Na, szervusz! Mi a helyzet? Mit csinálsz? Csak kapom egy játék a Steamra. Milyen játék ez? RPG Tycoon. Nagyon jó. És mit akartam mondani? Nem tudom, mit akartam mondani. Ja! Valaki kérdezte, Lucas? Ja? Mi történik a csatornádon? Mikor lesz már rajta új videó megint? Hát, Tomi, én filmezek, és én csak gondolok ideákról, de hát, tudod? Na, a Lucas filmezik, csak nem tudja, hogy most mit filmezel. Amúgy a múltkor mikor készítettünk videót? Valamikor filmeztünk. Ja, a vlogos. Ja, valamikor csinált? Ja. Ja, de az nem magyar, magyarul volt? Nem magyarul. Angolul volt, amit nem töltöttünk még fel, ugyanis nem. Miért nem töltöttük fel, vagy miért nem töltötted fel? Én nem tudom, már nem editeltük. Ja, mert nem szerkesztettük. De azt én szerkesztem, nekem kéne azt megszerkeszteni? Hát. Nem te szerkeszted? Azt te szerkeszted. Nem, ott a... te. De, nem. Ja, azért jöttem, tudod miért jöttem? Elfelejtettem, hogy miért jöttem. Szerinted miért jöttem? Miért? Tanulni. Bár nem én jöttem tanulni, hanem szólni neked, hogy tanulunk. Nem még. De még, két perc. Két perc és tanulunk, addig én elmegyek és iszom egyet, aztán tanulunk, postaládát nézzünk, aztán itt van az ablak, becsukta a szél az ajtót. Ugye Nyuszi, befejezte, mi hova mész? Nincs a számítógépen semmi. Húzom a cipőmet, ugyanis a Davis már készen van. Látod, megyünk, megnézzük a postaládát, megnézzük a Mazdát. Mindjárt, várjál. Hogy nyitottad ki, Nyuszi? Hogy nyitottad? Te? Itt vagyunk a liftben, ugye Davis? Te kinyitotta az ajtót, képzeld, én nem tudom, hogy hogyan, megfogta, nincs, hogy nyitotta. Úgyhogy most be kell zárni, nem is tudom, mit kell csinálni. Na megértünk, várjál. Autót megnéztük, legalábbis a Mazdát, minden rendben van vele, úgyhogy még megnézzük. Mit nézzünk meg? Nézzük a postaládát, Ja? Amúgy még süt a napként, legalábbis ha nem is süt, de még világos van. Ne, még egy picit süt, látod? Gyere, itt felmegyünk. Kimegyünk, aztán bemegyünk előről. Yes? Na, gyere, Nyuszi, gyere! Na, úgy döntöttünk a Davis-szel, hogy megyünk egyet sétálni. Mi, Nyuszi? Merre megyünk? Mi? Arra egyenesen, rendben van. Kisétálunk ide egyet a végre, aztán nézzük meg a postaládát. Ugyanis én sétálhatnék, kedvében van. Vigyázz ott magadra. Na, oda nézz, elértünk a kerítésünkért. Kik? Itt ez a víz, ez a... Mi ez? Szökőkút? Ez nem szökik sehol, de itt megy a víz. Látod? Na, itt hogy kell kimenni, Nyuszi? Te szoktál erre járni minden nap, mutasd meg nekem. Ha megütjük a kaput, és mit csinálunk? Megnyomjuk? Na, várjál, nem, itt a gomb, nézd, ezt meg kell nyomni. Várjál, nyomjuk. És nyissuk. Látod? Yes. Befelé, meg úgy megyünk majd be, hogy vagy becsengetünk, vagy a kulcsunkat oda tesszük. Mit szólsz hozzá? És azt nem tudom, hogy hova megyünk. Oda ki valahova. Elsétálunk hova? A boltba? Na nézd, a limuzin még mindig itt áll. De sosem megy sehova se. Úgy felmosták itt az utat. De átmenjünk oda szembe, vagy mit csinálunk? Vagy erre megyünk? Mi a füvön mászunk csak egyet. A fű az érdekesebb, mi? Még mindig sétálunk. Te, itt vagyunk a boltok mögött. Mutatom neked. Látod? Ide keveredtünk. Itt egy targonca. Akarsz targoncát vezetni, Davis? Ha le van lakatolva, úgyhogy ezzel nem megyünk sehova se, látod? Rajta lánc. Nem lehet vezetni. Megyünk tovább. Kuka, ilyen szemetes. Itt van a boltoknak a hátulja. Úgyhogy most megyünk vissza egy nagy kört, aztán lassan hazaindulunk. Mit szólsz hozzá? Na, fenébe, tudod mi az? Ilyen pálmalevélnek a darabja. Itten visszamegyünk erre felé, jó? Visszaérkeztünk, gyalogoltunk vagy egy mennyit, Davis? Egy fél órát? Egy fél órát biztos, hogy gyalogoltunk, ugyanis készülünk, mondtuk a Lucasnak, a Davis-szel beszélgettünk, mondtuk, hogy el kéne gyalogolni a mamához, meg a papához, ugye a szüleimhez, úgyhogy majd legközelebb lehet, hogy azzal fogunk megpróbálkozni. Milyen, csak egy kicsikét még edzünk hozzá. Mi a helyzet?
milyen volt a gyaloglás? Nem engedjük el a kezemet. Hát jönnek itt az autók, meg minden. Na gyere, menjünk. Talán legközelebb elgyalogunk a szüleimhez is, bár azok messzebb laknak azért. Gyaloglásra nem tudom, menjen 45 perc, egy óra szerintem. De vissza lehet, hogy kettő is. Ugye nem biztos, hogy kibírná. Na ide, most hazagyalogunk, aztán megvacsorázunk. Hm? Mi az? Öntöző. Na, gyere. Hozzáérkeztünk, kisétáltuk magunkat. Te, Davis aztán kicsit elfáradt. Látod? Csak hazaértünk, leült ide a zájra, és nézi a tévét. Te! Na milyen? Majd sétálunk holnap is egyet. Meg holnap után is egyet. Ugye? Mit csinálsz? Hogy most meg fogunk vacsorázni. Ezt a mai videót én itt most lassan befejezem, hogy semmi érdekes nem fogunk csinálni. Úgyhogy, ha gondoljátok, ide a videó alá írjátok meg, mit gondoltok a filmről, legyen vagy ne legyen. Ez a 12 órás kívás, valami ilyesmi lesz a címe szerintem. Ahogy mondtam, sok jó ötletem van. Hogy akarod, hogy legyen, ide írad meg a videó alá, hogyha nem, akkor is. Hogyha akarod, és egy szeretés, egy like gombot is nyomjál rá, vagy egy nem szeretés gombot, egy dislike gombot, hogyha nem szeretnéd. De remélem, hogy azért többen szeretnék, vagy mint nem szeretnék. Na minden, majd meglátjuk, aztán majd megbeszéljük. Addig is mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!